Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Szán Zoltán volnék. Engedjétek meg, hogy akkor folytassuk az előző videónkat. Egy kicsit hosszúra sikeredett, és ugye akkor megbeszéltük, hogy íme jön a második epizód. Valamit látnátok, hogy olyanok vagyunk, mint a hangyák eső előtt, igen. Össze-vissza tologatjuk ugye a kis karácsonyfát, valamint a foteleket. Azt nézzük, hogy hogyan szűrődik be a fény, vagy éppen hogyan nem. Jó, tehát ugyanaz a nap, viszont a második rész következik. Ott hagytuk abba, hogy jó néhány olyan alapítványi dolgozóval találkoztunk, akik ugye elmondták, hogy tudják, hogy ez hogyan működik. Nyilván, mert ők el szokták tenni. Igen. Gondolom, ezt azért mondják, mert akkor nem mondanák. Igen. Mi nem vagyunk bejelentve, ezt már egy-két videóban tisztáztuk veletek. Tehát úgy működünk, elmondtuk nektek, teljesen őszintén, addig csináljuk, amíg ki nem kerülünk az utcára. Noha, amíg tart a kis életünk, bár nem tudjuk, hogy meddig, azért nem szeretnénk az utcára kikerülni, és szeretnénk megtartani Nilának az autóit, házát. Szóval nem vagyunk bejelentve, de nagyon szívesen elmondjuk nektek, hogy például az előző hónapunk, december, 2021. decemberében csak nem 5000 kilométert mentünk. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy hivatalosan, viszont ennél többet is beírhattunk volna, pedig hivatalosan voltunk jelen. Igen. De úgy döntöttünk, hogy már az is bőven elég. Ez az 5000 kilométer, ezt úgy tessék elképzelni, hogy a kórházba járást, a szülőkhöz való menetelt, az adománygyűjtésekhez való menetelt tartalmazza, az, hogy mellette különböző cégeket keresünk fel személyesen. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Igen. Azok egyáltalán nem tartoznak bele, pedig egyébként az is mind-mind az alapítványnak a munkája, szóval rengeteg pénzbe kerül az utazás, szerintem ezt nektek nem is kell elmondanom, főleg akinek van autója, vagy ha valakinek nincs autója, a tömegközlekedés is nagyon drága manapság. Az, hogy éppen az állam beavatkozott az üzemanyag árakba és meghúzta majdnem közel 500 forinton, és akkor most mi van? Ugyanolyan drága, és mi nem érünk el vele semmit, ugyanis a bioetanoltól dúsított üzemanyagtól köhög sajnos a benzines autónk, szóval nekünk szálas üzemanyagot kell tankolnunk. De mindegy, nem is ez a lényeg, csak azt akartuk mondani, hogy rengeteg kiadása van egy alapítványnak, és itt csak az utazásról beszéltünk, de mi nem vagyunk bejelentve, nincs bérezésünk, nincs mit elvennünk az alapítványtól, ugyanis nekünk a lényeg, nem papíron akarunk létezni, hanem a valóságban, húsvér emberként, ahogyan az alapítványt működtetjük, ahogyan működik is veletek együtt, közösen. És úgy gondolom, mert én mostanában azért szeretem elmondani, hogy már most is büszke vagyok Nilla Daganatos Gyermekekért Alapítványra. Mert szerintem van miért, szerintem azért tudtunk már örömet szerezni beteg gyermekeknek, tudtunk a szülőknek is örömet, boldogságot okozni. Noha, attól függetlenül, hogy nem milliókat adunk oda egy-egy családnak, ettől függetlenül az a sok kicsi szerintem azért sokra megy, és tudjuk, nagyon szépen köszönjük a családoknak a visszajelzést is, hogy értékelik és megbecsülik mindazt, amit ugye az alapítvány tud adni. És természetesen nektek is nagyon szépen köszönjük. Így van, ezt akartam én is mondani, hogy amit mindig is hangsúlyozunk, hogy egységben az erő, és nektek köszönhetjük azt, hogy veletek együtt ezeket az ajándékokat, csomagokat át tudjuk adni a rászoruló gyerkőcöknek. Hát ez hihetetlen. Most meg be van borulva, tudja, igen, hogy mindjárt esni fog. Te tuti korom sötétbe vagy. Nem baj. Jó, figyeljetek a hangunkra, igen, 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 tehát a hangunk a lényeg. Majd talán egyszer lesz olyan, hogy mondta Nilla? Valamilyen világítás, nem tudom mi a neve, bocsánat. Szóval talán egyszer majd lesz olyan is. Igen, igen, ugye ő volt ebbe a profi, a zöld háttér, meg minden, amit látom. Sokkal több minden tud a videózásról, mint az én magam, mint mi magunk együtt. Szóval akkor folytatnánk, tehát ugye vannak bejelentett dolgozók, tudják, hogy működik, elrakom az acskó nápolyt, meg még a lóvét is, nem tudom. Nem ők maguk ilyenek. Ők maguk. Szóval minket hagyjanak békén,
mert az mi alapítványunk működik. Nem, így van, és nem hasonlítsanak magukhoz minket. És akkor jönnek az egészségügyi dolgozók. Igen. Ezt meg tudjuk mondani számtalan. Tehát elmondtuk, hogy több mint 50 helyszínen voltunk jelen, sok-sok ezer emberrel beszéltünk már. Vannak az egészségügyi dolgozók. Sokakkal találkoztunk. Ebből kettőt ki tudok emelni, mivel csak ennyi volt. Volt egy középkorú férfi, aki azt mondta, hogy természetesen támogatja az alapítványt, támogatta is az alapítványt. És volt egy nyugdíjas néni, egészségügyi dolgozó, aki elmondta, hogy bár nyugdíjban van, őt annó úgy tanították az egészségügyben, hogy az egészségügyön kívül is segítenie kell. Nem csak addig szól az ő munkája, amíg fizetést, bérezést kap, és a kórházban van, hanem azon kívül is. És támogatta az alapítványt. Nagyon szépen köszönjük ezúttal is. Igen, bocsánat. Hárman voltak. Igen, akartam mondani. Mert volt egy néni, akinek, ugye tudjuk már, hogy elmondta a férje, őszinte részt vettünk ezúton is. Igen. Ugye ő elmondta, hogy ő megtapasztalta azt az egészségügy által, hogy ledolgozott vagy 50 évet, nyugdíjas, ma hónap meghal szegényke, bocsánat, de ezt nem lehet másképp mondani. Igen. És nagy évben lekakíja az az egészségügy, ahol ledolgozott 50 évet. Nem kíváncsiak rá. Tudjátok, csak a királyvírus létezik. Nem foglalkoznak semmivel. És felháborodottan mondta nekünk, ez még ott Pécsen volt az egyik áruháznál, hogy milyen dolog az, hogy szívét, lelkét beleadta, tisztességesen dolgozott, és most az se érdekelné a kórházat, hogy meghalna a kórház előtt. A többsége egészségügyi dolgozó, hát, hogy is mondjam, van bennük egyfajta olyan hierarchiai, így van, bunkó, magyarán szóval bunkó megszólalás, hogy kikérik maguknak, hogy egészségügyi dolgozó vagyok, dolgozom én épp eleget, tehát segítek. És ezt nem értem, emberek, amikor fizetést kapok valamiért, az munka, állás, valakinek hivatás, de a kettő nem ugyanaz. Megfizetnek érte, megélek belőle. Az nem jelenti feltétlenül azt, hogy én elmondhatom azt magamról, hogy tiszta szívből segítek, miközben csak állásom van, nem hivatásom. Mert akkor nem mondanának ilyet. Bunkó módon kikérik maguknak a te kedvenc mondatod. Igen, amit nem biztos, hogy sikerül kimondanom. A hölgy, mert ez éppen pont hölgy volt, aki rám förmett, hogy én is egészségügyben dolgozom, és épp eleget karitatívoskodom. A munkám által. Na most ezt mondtam. Hivatás vagy állás. De ha valaki ilyet mond, az csak bunkóság, azt kell, hogy mondjam. Mert ha valaki jó szívből segít, ő ezt nem kéri ki magának, nem hangoztatja a világnak, hogy ha bam, meg rólok segítek, igaz, tapsoljatok nekem, meg minden évben odaállunk majd a kórház bejárat elő, aztán követeljük a fizetés emelést, amit mindig meg is kapnak. Elmondtam 120-szor, próbáld ezt ki te. Holnap már nem kell dolgoznod. Duda, szólj ide. Mondhatod. Elnézést kérünk, igen. Néha vannak olyan vágások, amelyeket muszáj egyébként megcsinálnunk a videóban. Egyébként épp egy csomag érkezett. Nagyon szépen köszönjük Kati, aki egyébként Katalin. Majd meg fogjuk nézni, fel fogjuk írni, fel fogjuk vezetni, és majd akkor a videót is elkészítjük, ugye a csomagokról. Nos, igazándiból nem tudom, hogy hol tartottunk. Egészségügyi dolgozók. Igen. Akik ugye kikérik maguknak, hogy éppen eleget karitatívoskodnak a munkájuk által. Ezt tegyétek oda, ahová akarjátok, jó mélyre, nem tudom, ezzel mit lehet kezdeni, engem ez nem érdekel. A többsége fennhangon mondja mindezt. És ezzel nem tudunk mit kezdeni. Igen. Voltunk éppen eleget a kórházba. Tudjuk, hogy ez az alap tipikus, normál hangnemük. Még gyermekekkel szemben is. Igen, és ez az érdekes, hogy tehát nem csak a kórház területén akkor ezek szerint, hanem bárhol, ahol úgymond ők
hangsúlyozni tudják azt, hogy ők miben dolgoznak, már ez a magasabb hangvétel, illetve úgynevezett, ez a felső rangúság előjön belőlük. A nagyképű. Úgy vagyok vele, nos, a böllér az böllér. Én nem is mondok erre mást, aki érti, érti, aki nem, nem. Pedig lehet ezt másképp is csinálni, én úgy gondolom. Ez olyan, mintha mi húsvér emberként járjuk az országot, és mindenhol hangoztatjuk, hogy ó, de mi már odaadtunk, mit tudom én, 100.000 forintos tabletet a kisgyereknek. Dehogy mondok ilyet. Meg igazából tehát pont nem az a típusú emberek vagyunk, akik tudnának ilyet mondani. Ugyanis nem egyes szám első szem, ha mondanék ilyet, nem egyes szám első szemében mondanám, hanem többes számba. Ugyanis ez nem hajni, nem az én érdemem. Ez a ti érdemetek, igen, és Níláé. Így van. És mondjuk azt, már te szoktad valahogyan mondani a családtagoknak, hogy mi a kezeitek, hogyan... Így van, így van. Tehát, hogy mi vagyunk a közvetítő, igen, köztetek, és a gyerkőcök között, a családok között. Így és van. Ezt mi tényleg így érezzük. Ez egy felelősségteljes munka, amit szeretnénk a lehető legjobban végezni. Nos, akkor következő érdekes kis sztorink, történetünk, majdnem össze voltam. Nem tudom, segíts, fel van írva a papírra, azt hiszem. Igazándiból szeretnénk, ami minket nagyon-nagyon felháborít, a hazug emberek, hogy tényleg van egy ilyen csoport. Van. Hú, nem gondoltuk, tehát tudjátok miért? Mert aki őszinte emberek, mint mi és ti, a mi családtagjaink, meg sem fordul az ember fejében olyan, hogy léteznek olyan felnőtt emberek, akik képesek a szemedbe... Akár gyermekkel a hónuk alatt. Ja, igen. És úgy gondolom, hogy azért egy felnőtt embernek, főleg, hogyha a szülő, oda kell figyelnie, igen, arra, hogy a saját gyermeke előtt hogyan viselkedik, milyen vagy mit mond, mutat, mert abból, igen, fog tanulni a kisgyermek is. Ugye rendszerint elmondják azt, hogy természetesen, ó, nagyon szép dolog, köszönjük szépen, hogy itt vannak, igen, természetesen mi is hozzá fogunk járulni, amint kijöttünk a boltból. És akkor jön ugye a színjátszó szakkör, a színjáték, valaki neki megy a falnak, az oszlopnak, bevágja a lábát az ajtóba, mert annyira zavarba van, hogy hogyan tűnjön el nagyon gyorsan, vagy hogyan legyen belőle kámfort, vagy hogyan mondjam, tehát, hogy st, itt sem vagyok. Igaz, hogy lát, meg azt is, hogy összeesek előtte, de ha nem nézek rá, hogy becsukom a szemét a kisgyermek, akkor úgy gondolom, hogy elbújtam, nem látnak. Igen. Nem kell ezt csinálni, elég, hogyha valaki azt mondja, hogy ne haragudjon, most nem. Ennyi. Nincs ezzel semmi baj, természetesen megértjük. Így van. Mert van, aki vannak, ugye, akiknek nem is áll sajnos módjukban, hiszen olyan anyagi helyzetben vannak, olyan szociális helyzetük van, ami miatt nem tudnak akaratuk ellenére sem segíteni. És mi és már, ezt... igen, már azt megköszönjük, hogy végighallgattak, és igen, mondjuk, és... hogy megértjük, és együtt érzünk velük. Igen, plusz próbálunk úgy reagálni, hogy további sok sikert kívánunk, igen, nekik. Tehát, igen, hogy akkor fel tudjanak épülni, így vagy van, sikeresebb legyen az életük. Így van. Igen. Tehát nekünk ez a normális. És az, hogy ugye vannak azok, akik eleve azt mondják, hazugságos embereknek szoktuk őket nevezni. Elfüllen inkább a hazugság, az kemény szó. Jó, bár... igen, de szívem, de igazából ez is az, mert tényleg csak annyit kellene nekik mondani, hogy sajnos most nem. Ennyi. Megértjük és köszönjük szépen ezt is. De azt, amikor azt mondják, hogy... És akkor még meg is kérdezik, és hogy mit? És hogy mire gondoltunk? Meg így, meg úgy. És akkor elmondja, hogy mit, igen, szeretne hozni. Igen. Nem tudom, hogy a boltban mi történik. Ha elfelejti, nincsen semmi baj. Számtalanszor igen, volt olyan, olyanok, igen, hogy valaki elfelejti, viszont képesek azt megcsinálni, hogy miután, igen, elpakolták a kis motyójukat, visszamennek a boltba és vásárolnak. Amit pedig külön meg szoktunk köszönni, így hogy van, még erre is veszi a fáradtságot, időt, pénzt, nem kímélve, hogy visszamegy.
Igen. Ez egy nagyon nagy gesztus. Így van, így van. És tényleg szívből köszönjük mindenkinek, aki támogatja az alapítványt bármilyen formában. És tényleg ezt sajnos nem tudjuk megérteni. És ugye vannak azok, akik amikor meglátnak minket, tudjuk, hogy nem igaz, hiszen látjuk. A telefont a fülükhöz kapják. És úgy csinálnak, mintha ők telefonálnának. Igen, ez is előfordul. Ugye, hát ez hozzátartozik ahhoz, akik ugye például megígérik azt, hogy vásárolnak, igen, és kifelé jövet, előkapja a mobilt, igaz, neki megy az oszlopnak, igen, de úgy csinál, mintha éppen egy nagyon fontos hívása lett volna. Na, mindegy, szóval... Igen, szóval értitek, tehát nem értjük, hogy miért van szükség ilyen színjátszásra, mint csak egy őszinte nemre. És higgyétek el, hogy elfogadjuk, hiszen mert tudjuk. Mert időt, energiát spórolnánk meg ezzel mindkét félnek, hogy ne haragudjon, nem. Ennyi. Igen, és az emberek nagyon érdekes módon, különböző módon képesek zavarba esni. Föllökik egymást, anyuci behúzza apucit, vagy éppen pont fordítva. Igen, tegnap is az úr úgy meglökte, hogy a hölgy állt elől. Végig szerette volna hallgatni, hogy mi mit mondunk neki, és az úr pedig ilyen nagy erővel neki tolta a kosarat, hogy hát jelezte volna. Nem mondjam, ugye volt olyan is, ugye hát házas párokról van szó, hogy... Jó, elfelejtettem. Hát sok minden. Ugye vannak azok a típusok is, amikor most mindegy, hogy éppen pont a férj vagy a feleség. Ja, igen, köszönöm pont szépen, férj és feleség. Igen. Igen. Nem direkt csinálom, hogy szerette volna végighallgatni az egyik fél, itt jelen esetben például a feleségről van szó. De, és akkor megsúgja halkan, hogy de mindjárt jön a férje, majd visszafelé. És akkor, hogy van olyan is, ugye, hogy vannak nagyon őszinte emberek, ők elmerik mondani, majd ha beül az uram a kocsiba, én lassan pakolok, és akkor majd elejtek egy rompit a kosarukba. Mint hogyha fű alatt csinálnánk valamit, ugye? Mert érdekes módon az egyik fél szeretne segíteni, de a házastárs másik fele nem szeretne segíteni, és így lesz egy kis, hogy mondjam, fültanúi, igen, voltunk már ugye kisebb veszekedésnek is, pedig szerintem erre sincs szükség. Nem igazán értjük, hogy úgymond miattunk, miért kell összeveszni egy házas párnak. Igen, 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 mert tényleg itt mi csak annyit várnánk, hogy annyit mondjanak, hogy elnézést, de most nem. Volt fordított eset is, ugye, amikor az úr hallgatta volna meg, a hölgy rántott el, és utána, amikor az úr visszajött és elnézést kért a felesége nevében a viselkedéséért. Tehát ilyen is van. Igen. Vagy egy kicsit indulatos volt a hölgy, nézzük el neki. Na, jó. Igen, de hát tényleg ezzel csak azt szerettük volna mondani, hogy mivel mi is őszinte emberek vagyunk veletek együtt, mert mi tudjuk azt, hogy a mi családunk tagjai ugyanolyan lelkületű emberek, mint amilyenek mi vagyunk, és úgy érezzük, hogy ami minket felháborít, az titeket is. És tényleg mi csak azt az egyet nem értjük, hogy miért nem lehet inkább tényleg őszintén annyit mondani, hogy sajnos most nem áll módunkban. Igen, van az a pont, amikor úgy vagyunk vele, hogy kapjuk ezeket az ingereket, és igazándiból nem foglalkozunk vele. Már annyira fáradtak vagyunk, ugye agyibasztó az egész, hogy jó, oké, hagyjuk. De amikor jön a túl nagy vehemencia, az igen, azért nagyon nagy önuralom kell, hogy legyen benned, hogy ne szóld vissza ugyanazt, amit kapsz. Mert akkor lehet, hogy ott még nagyobb probléma lenne, nem tudom. Vagy lehet, hogy az is, hogy elgondolkodna az illető, hogy ő is visszaszólt, akkor most mi van? Igen. Nem tudom. Igazából nem értem az egészet. Igen. És amiről még szeretnénk beszélni, még egy témánk van, ugye? Hát igazándiból még egy mondatot csak így annyit szeretnék mondani, amit így felírtunk, mert úgy érezzük, hogy tényleg ennek az egésznek az a
középpontja, hogy tudjuk azt, hogy mindenkinek megvan a saját maga gondja. És ugye nagyon sokan azt érzik, hogy az ő problémájuk a legnagyobb. És ugye ezzel csak azt szerettük volna mondani, hogy tudjuk, hogy mi az, amikor az embernek megvan a saját maga problémája, csak viszont azt nem értjük meg, mivel tudjuk, hogy milyen érzés az, hogy miért kell ezt egy másik emberre kivetíteni olyan formában, amit nem illet meg. Mert tényleg úgy érezzük, hogy mi nem kérünk sokat, csak annyit, hogyha mi megadjuk a tiszteletet, akkor azt hiszem, hogy szerintem joggal várjuk viszont azt, hogy ha nemleges is a válasz, akkor azt tényleg ugyanabban a stílusban kapjuk, mint ahogy adjuk. Nos, tisztelet! Jó napot kívánok, hölgyem, uram! És akkor bemegy faképnél, hogy úgy csinál, mintha süket lenné. Ez nagyon furcsa, és van a ráadása ennek, ugyanúgy faképnél hagy, de elkezd nézni, hogy érdekli, nem mond semmit, mondsz bólint így egyet, elkezded mondani, majd faképnél hagy, igen, hogy jó alapítvány. És nagyon furcsa, hogy elkezded mondani, és faképnél hagynak. Se szó, se beszéd. Igen, tehát hogy miért gondolják azt, hogy... Nagyon furcsák az emberek, de tényleg ezt igazából át kéne, hogy éljétek, hogy milyen ez, mert sokszor nagyon furcsa, van, hogy már igazándiból komikus az egész. Igen. De sok esetben megterhelő, mert azért ezen nevetni, viccelődni nem igazán lehetne. A csekk, eszembe jutott a csekk, ezt szeretném elmondani. Rendszerint megkapjuk, hogy én ezeknek fizettem a csekket havi szinten rendszeresen, és akkor igyekszünk elmondani, hogy Nila, a Daganatos Gyermekeket Alapítvány, lehet, hogy daganatos gyermekekről szól az a csekk, amit ön befizetett, de nem ennek az alapítványnak, de a nevükben nagyon szépen köszönjük. Igen. És erre úgy, ha nem mondjuk már neki, én ennek fizettem. Ott van még másik 5 vásárló, persze, hogy köti az ebet a karóhoz. Olyan nincs, hogy ő tévedne. Ha nem magyarázunk ma, én ennek fizettem be. Magasztalan, azt honnan tudnák? És akkor volt, hogy a Hajni mondta, hogy tudjuk, mert mint alapító és kurátor állunk itt, mindenről tudunk. Ne hazudozzunk mi itten. Különben sem magának fizettem, hanem az alapítványnak. És itt már keveri a szezont a fazonnal, hogy ott nem azt mondtuk, hogy nekünk zsebbe megy a lóvé, ember. És ezt mondtuk, mindegy, mit reagálsz, ő akkor is rátesz egy lapáttal. Igen, tehát... Jó. És tényleg így van, hogy úgy levitatnak, hogy te nem tudod azt, de igenis ők ennek fizettek, és a legcsúnyábbak, tehát tudjátok, ezt sem értjük, hogy miért így kell, ezeknek fizettem. És hogy ezeknek. És a csekkekről én majd még szeretnék beszélni, csak ezt még egy picikét érlelem magamban, magunkban, mert biztos, hogy lesz ennek visszhangja. Hogy vannak olyan alapítványok, biztos az alapítványok egy része is gyűlöl minket, teljesen mindegy. Ugye tudjuk mi, hogyan működik, annak ellenére ugye, hogy nem csekkezünk, elmondtuk, hogy miért, hogyan, mi ennek az oka. Viszont az emberek tévhitben élnek ugye a kiradó, és a csekk háború az, hogy is mondjam, olyan szinten befolyásolja az embereket, hogy meg is vezetik őket a csekkekkel. Kiküldik a névnapodra, a szülinapodra, a házassági évfordulóra, és akkor megjutalmaznak téged egy 25 000 forintos csekkel, amit te természetesen be is fizetsz, mert kapsz mellé egy rajzocskát, meg már platinum fokozatba sorolnak, és olyan helyekre mennek a csekkek, ahol kifejezetten tudjuk, hogy hogyan működik egy-egy adott alapítvány. És mivel nagyon sokszor megkapjuk a csekkeket, úgy gondoljuk, hogy muszáj lesz erről beszélni, még akkor is, ha, hát nem tudom, hogy tudunk-e úgy beszélni róla, hogy az alapítvány ne ismerje meg magát, mert igazából a cél az lenne, hogy meg is ismerje, tehát felismerje magát. És tudjuk, hogy hogyan működik, így az a havi szinten beérkező sok-sok millió forintnak a lényegi értelmét nem tudjuk, hogy hova vándorol el.
ugyanis meg fogjátok tudni, és meg fogtok lepődni azon, hogy mégis kik vezetik ezeket az alapítványokat. Jó, és akkor még egy téma. Igen, ugye vannak, csak ennyit szeretném mondani, hogy ugye vannak az őszinte emberek, akik olyan lelkületűek mondjuk, mint mi, és sok mindent elmesélnek magukról, hogy ővelük mi történt. Aminek mi meg nagyon örülünk. Így van. És sok ember egyébként, hát nem tudom, hogy a Magyarország társadalmához képest mennyi az őszinte ember, vagy mennyi a tudatos ember, és mennyi a cselekvő képes ember, mert vannak, akik elmerik mondani, hogy mi történt velük, állami egészségügyről van szó. Ugye előtérbe került már ez a királyvírus. Sokan mondják azt, hogy nem létezik más, csak ez a vírus, és ez miatt a szeretteik elhújnak. Hát erről most nem tudom, hogy beszéljünk bővebben. Simán kidobják őket a kórházból, olyan időpontokat kapnak, hogy egyszerűen nem élik túl. Nem bírják megvárni azt a rohadt CT-t, vagy hasonlók. És aki esetleg egy kicsit tehetősebb a magyar átlagnál, mert a magyar átlagember az máról hónapra él, holnapra, vagy egy adott, hát, vagy havi kerete, hogyan kell ezt mondani? Úgy, máról holnapra. És aki viszont egy kicsivel tehetősebb is megteheti, és nagyon örültünk ezeknek a történeteknek, igen, hogy elmondják azt, itt például egy idős úrról van szó, aki elmondta, hogy 2 éves várakozást kapott arra, hogy megműtsék. Ez azért kell, hogy tudjon járni. Ugyanis probléma volt a csípőjében, a lábában, nem tudom pontosan, ne haragudjatok. Nyilván, hogyha 2 évet megvár, lerohad a lába. Utána meg el is temethetik, mert vittem elüszkösödik, vagy vérmérgezés, anyám kínja. Meg is mondták a rokonai, ha kivárod a 2 évet, biztos, hogy meg fogsz halni. De ha bekerülsz az állami kórházba, ott meg ugye tombol a királyvírus, úgyis meg fogsz halni. Vagy így, vagy úgy, de meghalsz. És akkor összeszedték a pénzt. Virágzik Magyarországon, egyre többet halljuk, virágzik a magánklinikai kezelések száma egyre magasabb arányba. Magánklinikák, vadonatúj épületek épülnek fel. Legyen az Pécs-Budapest anyám kínja. És akkor megnézték, és kénytelen volt az idős úr befizetni a magát, ugye a családtal. Összeszedték a pénzt, több mint 2 millió forintról van szó, 2 millió forintról. 2 napos műtét, 2 napot töltött magánklinikán, megműtötték, és megmutatta nekem az idős úr, hogy nézzen ide, tudott futni. Azt mondta, nem fáj a lába, minden rendben van. Azt is elmondta, olyan kiszolgálásban volt része, étlapot kapott reggedébe este, ha csettintett már ott voltak, ha kért egy finom kávét, lefőzték neki és bevitték. Nyilván, igazatok van, már mondjátok is otthon nézve a videót, hát kifizette az árát. Hát kifizette, igen, az árát, de kifizette az életét is. Fut, jár, kell, éli az életét. Van még vissza, mit tudom, hogy mennyi neki, most nem ez a lényeg. Kifizette az árát. Amerika? Amerika. Amerikában ugye ez van. Kifizeted az árát. Megkapod a kezelést? A jó kezelést? Megkapod, ott is étlap, anyám kínja, bemennek a családok, rokonok látogatóba, ott fekszenek a fotelben veled mellett, azt csináltok, amit akartok. Csak 2 napot töltött el, jó kedélyen, minden rendben volt, na ezt képzeld el az állam egészségügybe. Ha kibírtad volna 2 éves várakozási időt, befekszel a rongyos rozsdás ágyra, senki nem jöhet be hozzád, ki tudja éppen mit csinálnak veled, hogyan műtenek meg. Nyilván azért próbálnak életbe tartani még egy pár hónapig, hogy azért a TB-ről jöjjön az a lóvé, lóvé, lóvé. Na de, kifizette az úr magánkézbe több mint 2 millió forintot, és mondta, hogy 50 vagy 40 évet dolgozott eddig, ugyanúgy fizette a TB-t. Emberek, mi van itt Magyarországon? Vonják az adót, fizeted a TB-t, de ha szükséged van valamire, elmész magánrendelésre, hogy valami történjen veled, és hogy az egészséged némileg rendben legyen. Ne adj Isten, egy műtét meg is menti az életedet, mint jelen esetben az úrnak.
és kifizeted. Pengeted ezt, pengeted azt. Amerikában nincs TB, csak pengeted az egészségügy. Érted, mit mondok? Értem. Magyarországon meg milyen maffia van? Fizeted ezt az egészségügyet, meg a magánklinikát? Hát mi a fene van már itt? És hagyjám, a következő történet. Szintén arról szólt, több éves várakozás, olyan műtétről van szó, amit eleve az állam elcseszett. Elcseszett egy fiatal hölgynek a hasánál. Terhesség, szülés, császármetszés. Ti is tudjátok, aki császármetszéssel szül, most a hölgyekhez, nőkhöz, anyukákhoz beszélek, hát egy életre megjelölik őket ezzel a vágással, ugye? Lehet, hogy vannak, akik erre azt mondják, hát másképp nem lehet, hát ki kell venni valahogy a babát. Nem, ugye megtudtuk mi is, hogy lehet másképp. Ha fizetsz érte, elmész magánklinikai rendelésre, nincs vágás. A férjed urat párod egész nap nyalogatni fogja a hasadat, mert olyan sima, meg olyan, mint a deszka. Na most, nem, bocsánat, csak próbáltam valahogy, nem tudom, miért ezt mondtam, na mindegy, hogy vágja a hasadon a szalonnát, mit tudom én. Vagy a gyümölcsét, tehát most, na. Szóval értitek? Mert olyan is van. Úgy meg tudják csinálni azt a vágást, hogy nem leszel egy életre megbélyegezve, megjelölve. Mint ha állatok lennénk, hogy beleégetik a, mit tudom, hogy milyen cégnek a logóját. Igen. Nincs. Igen. El lehet tüntetni. Amit az állami egészségügy elrontotta, és ugye a hölgy úgy érezte magába, hogy így nem kívánatos, zavarja, biztos minden hölgy ezt ismeri, hogy ez milyen, és akkor kifizettek, elmondjam, erre szabad mondanom, itt 500 ezer forintot kellett fizetni, és meg lett oltva. Hát ez 500 000 forint volt, ezt mindenki döntse el, hogy ez sok vagy kevés. Én úgy gondolom, hogy egyébként nem. Na, belekeveredek. Nem sok érte. Én úgy gondolom, hogy ennyit bőven megér. Viszont az már elég nagy szégyen, hogy erre ki kellett adni 500 000 forintot úgy, hogy mellette van TB. Miközben azt az 500 000 forintot el lehetett volna tenni, majd a gyermekemnek mondjuk az egyetemi tanulmányaira, vagy hasonlók. Vagy hogyha esetleg mit tudom, valami olyasmi felújítást kellett volna csinálni a házam, vagy egy autót vásárolni, és a többi. Vagy egy szép nyaralásra elmenni. Ugyanis a magyar emberek többsége még a Balatont se látta, és akkor még csak nem is ettél lángost a Balatonon, ha el tudtál menni megnézni, meg kifizeted a parkolóba, bedobálod a lóvét, azt lemész, megnézed, hogy ott van a hattyú, dobsz neki egy kiló kenyeret, azt hazajössz. És nem nyaraltál, csak megnézted a Balatont. De ezt is inkább hagyjuk. Szóval rengeteg ilyen történetet kaptunk, hogy működik a magánklinikai rendelések, az emberek fizetnek, akik egyébként megtehetik. Igen. És mi van? Bocsánat, csak nyugodtan. Itt egy valamit szeretnék elmondani, hogy ezt is egyik kedves családtagunk mondta el, hogy ő hogyan járt. Egy sima beutalót kapott egy sima vizsgálatra, ahol igazándiból nem is volt ki függesztve, hogy ő milyen rendelésre megy, mondjuk így. Csak a rendelés, illetve a vizsgálat végén közölték vele, hogy ez most mennyibe került. Így van, tehát itt arról van szó, hogy állami egészségügy által magán rendelések folynak. Nos, már jaj, hajni, elrontottam, ne haragudjatok, gyorsan kijavítom. A hasvágás, hasműtét. 1 800 000 forintba került. Bocsánat, lett volna egy másik sztori, ott 500 000 forintot kellett volna fizetni egy rutin műtétre, bocsánat. Tehát az, hogy az anyukának megcsinálták a pociát, az 1 800 000 forintba került. Ugyanaz a véleményem erről is, mint az 500 000 forintról. És amit te mondasz, hogy ugye úgy néz ki, hogy egybefolyik az állami egészségügy a magán egészségügyel, hogy is mondjam. Igen, ugye biztos ti is többször szembesültek azzal, hogy maga az egészségügyi rendelőintézetnek ugyanabban a helyiségében ki van ülva, hogy hánytól hány óráig tart a rendes TB-s, mondjuk így rendelés, és délután, vagy nem tudom én, 1-2 órára viszont jön a magánrendelés. Ez a jobbik eset, ez a...
hölgy, akiről pedig az előbb beszéltem, viszont olyan időpontban ment, hogy nem is volt az kifüggesztve, hogy éppen pont akkor magánrendelés, csak a vizsgálat végén szembesítették azzal, hogy na ezért most ennyit kell fizetni. X 10 000 forintot, tehát megvezették. Úristen! Tehát működik a maffia. Olyan maffia van itt, és most gondoljatok bele, az állam így is úgy is jól jár. Amit te magánklinikai rendelésen kifizetsz műtétre, mit tudom én, csak belenéznek a füledbe, vagy megfésülik a hajadat, nem tudom. Fizetsz. Fizetsz oda, magánba fizetsz. Ő ugyanúgy leadózik utána, az állam jól jár. Hát és látom, ráharapott az állam, ugyanis az emberek most már rászorulnak, hogy igyekeznek pénzt költeni, megszerezni arra a pénzt, hogy némileg rendben legyen az egészségük, így elmennek magánkórházakba. Az állam jól jár belőle, annak ellenére, hogy közben fizeted a tévét. De vannak is csóró emberek, mint mi, mondhatom ezt. Igen. Ezt nem tehetik meg. És ők velük mi lesz? Fizetik a tévét, az adót, mert ugyanúgy dolgoznak, elmennek a gyárba, látástól vakulásig dolgoznak. A nyugdíjas kort meg, hadd nem mondjam, hogyan élik meg. Úgy le vannak robbanva, úgy tönkre ment már az egészségük, hogy hihetetlen. És akkor bekerülnek az állami egészségügybe, és itt szó szerint már azt mondják az emberek nekünk is ott a szemünkbe, bekerülök, vagy kijövök, vagy nem. Már attól félnek az emberek, hogy bemennek. Ó, mi lesz a temetés, arról nem is beszéltünk. Az is milyen üzletág. És most nem is akarom magam annyira felhúzni. Úgyhogy van itt baj bőven. Nyilván ugye sokan nem mondják nekünk, nem itt kéne itt tárcsolódni, menjünk fel a parlament elé, meg anyám kéne, aztán ott döngetjük a melkasunkat, de mi nem döngetjük a melkasunkat. Igen. Aki ezt mondja, annak kéne azt elérni, összeszedni 1 millió embert, felmenni, és akkor talán változna valami. Mert amíg csak ilyen, hogy is mondjam, erre mind az állam azt tudja mondani, hát van egyfajta radikális vonzalom, egy olyan kör, hogy szóra sem érdemes. Ó, mert ott vannak, mit tudom én, 15 000, kit érdekel. Nem foglalkozik vele, mert elenyésző. De az alapítvány nem politizál, úgyhogy ezt most ki is kerüljük. És igen. Már sötét is van, úgyhogy... Igen, most pedig elbújt a napocska. Igazándiból tényleg azt szerettük volna nektek elmondani, hogy köszönjük szépen ezeknek az őszinte embereknek, akik minket meglátva, megint egy kis szünet, egy kis vágás, de igazándiból pont mondjuk úgy, hogy a videónk végéhez érkezve szerettük volna tényleg még egyszer megköszönni azoknak az őszinte embereknek, akik tényleg elmerik mondani, hogy ővelük mi történt, és legyen az személyesen, akár ez egy adománygyűjtés során, vagy ugye kommentbe, hozzászólásba, e-mailbe, amiket tényleg nagyon-nagyon szépen köszönünk. Természetesen azt is engedjétek meg, hogy a videónk végéhez érkezve megint csak kérjük, illetve továbbra is kérjük segítségeteket, hogy minél több családnak tudjunk segíteni általatok. Várjuk továbbra is a felajánlásaitokat, amik lehetnek csomagformájában, bármi nemű tárgyi adomány, anyagi felajánlás, és itt még engedjétek meg, hogy megköszönjük azoknak, akik rendszeresen utalnak az alapítvány számlájára, hiszen ugye a csomagokat be tudjuk mutatni. Igen, viszont a számla az egy más jellegű intimitás, igen. Ugye velük nincs olyan kapcsolatunk, igen. Viszont észrevettük, hogy vannak, akik folyamatosan hónapról hónapra igyekeznek támogatni az alapítványt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nekik is. Igen, és tényleg... ezerszer és milliószor köszönjük nektek, és várjuk továbbra is bárminemű felajánlásaitokat a Nila Daganatos Gyermekekért Alapítvány részére. A mai videónk ez ennyi lett volna, reméljük, hogy azért ezzel is megint csak elnyertük a tetszéseteket, és várjuk továbbra is a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat. Sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Szent Zoltán, ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjátok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok. Sziasztok! Sziasztok!